A kiskőrösi német nemzetiségi önkormányzat évente több alkalommal szervez a tagjai részére söresteket. Legutóbb november 11-én hétfőn Márton napján tartották meg hagyományos találkozójukat a Hagyományok házában. Itt vagyunk a Sörösten. Előzőekben megnéztük az általános iskolások Mártonnapi műsorát az általános iskolában. Közben a fiúk már gyúrták és töltötték a türingiai kolbászt. Ez most úgy gondolom, hogy most már hagyománnyá fog válni nálunk, hogy a novemberi Liba nap alkalmával türingiai kolbászt készítünk saját magunk. Receptet kintről kaptuk, és akkor így neki szoktunk állni kolbászt készíteni, és utána ebből a kolbászból lesz a vacsora is, illetve saláták, sütemények, pogácsa, aki mit hoz. Márton napja alkalmából a vacsora mellett lehetőség volt társas játékozásra és kézműves foglalkozásra is. Papírtányérból lehet például libát készíteni, kétfélét is, a dekorációban meg is találjátok, hogyha kicsit körülnéztek ezeket a prototípusokat, úgymond. A gyerekeknek lesz egy pár gyerek, hoztam színezőt, mártonnapos színezőt, az egyikből, ha kiszínezik, akkor kockát lehet összerakni, és akkor minden oldalon a mártonnapi Márton történetének egy-egy jelenete van, vagy ilyen mandalaszerűséget hoztam nekik barkácsolni, és akkor mindenki a kedve szerint kiválasztja, hogy akar, vagy nem akar, vagy de szerintem fognak majd barkácsolni. A Sörösten további megbeszéléseket folytattak a 21-én tartandó közmeghallgatáson való megjelenés fontosságáról, továbbá egy hartai utazás lehetőségéről, ahol megtekintenék a Nemzetiségi Múzeumot, illetve kézműves foglalkozáson is részt vennének. Még azt fogjuk megbeszélni, hogy elmenjünk-e Bécsbe a karácsonyi vásárra. Egy jó pár évvel ezelőtt voltunk már egyszer, és most marad úgy talán pénzünk, hogy ha még befizet mindenki valamennyit, akkor meg tudnánk járni egy bécsi karácsonyi vásárt, illetve hogyha elmegyünk, akkor én azért a Schönbrunni kastélyt szeretném megnézni a részvevőkkel, illetve amit ők még nem láttak, van Bécsben egy time travel, időutazás nevezetű múzeum, ami teljesen interaktív, nagyon jó. Ausztria egész történelmét végigviszi, és tényleg teljesen interaktív, és akkor még azt szeretném velük megnézni, és akkor vége van az évnek, és ezek most a fontosabb események még. A hétfőn megtartott Sörestre azonban nem csak a német nemzetiségi önkormányzat tagjait várták, hiszen a meghívottak között a szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai is szerepeltek, akik szintén szép számmal megjelentek és élvezték az est hátralevő részét.